Egy használt ecetes flaskából falatoznak a madarak, egy kis kézügyességgel bárki készíthet madáretetőt. A szárnyasok meghálálják ezt a fajta gondoskodást itt télvíz idején. Akár hasonló megoldással is sikerrel járhat az, aki a Ménfőcsanaki képviselő pályázatára jelentkezik. Úgy gondolom, hogy a téli időszakban nagyon fontos, hogy figyeljünk fokozottabban a házi állatainkra, de ugyanúgy a kertünkbe, udvarunkba betérő kis madarakra is, és ezért a Ménfőcsanaki városrészben, a Zöld Ménfőcsanak program keretében két új kezdeményezést indítottunk a napokban a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület közreműködésével. Az egyik kezdeményezés egy pályázat. Pályázatra hívjuk a városrészi lakosokat, készítsenek madárodót hulladékból, újrahasznosított anyagokból, és az elkészült alkotásokról várunk egy fotót megadott e-mail címre, és a legötletesebb alkotásokat díjazni fogjuk. Ehhez szervesen kapcsolódik a második kezdeményezés, mely során madáreleséget lehet igényelni e-mailben vagy telefonon. Van egy másik kezdeményezésünk is, aki regisztrál egy e-mail címen megadott telefonszámon, őt megajándékozzuk madárelességgel, amivel a kismadarakat tudják etetni, és bízom benne, hogy nagyon sok lakost meg tudunk ezzel szólítani. Latkovics Takács Tímea ehhez a két programhoz egy harmadikat is csatolt. A képviselő ugyanis a környezeti nevelés jegyében a városrész bölcsődéjét, óvodáját és iskoláját madáretetőkkel ajándékozza meg, melyek a jövő héten fognak megérkezni. Az intézményvezetők nagy örömmel fogadták ezt a felajánlást, és úgy gondolom, hogy a fiatalok, a gyerekeket ilyen formában talán minél korábban arra tudjuk nevelni, hogy szeressük a körülöttünk lévő természetet, környezetet, ezáltal most a madarakat is, hogy be tudjuk vonni őket talán a madarak etetésébe, gondozásába. Érdemes tehát élni a lehetőséggel és jelentkezni a meghirdetett pályázatokra. Amellett, hogy sok madárnak segíthetünk a téli időszakban, értékes nyereményeket is lehet nyerni.